Szürcinek szimfóniája, a Természet arcai címmel Terescsényi Katalin kiállítás megnyitójára várták az érdeklődőket a Nagymányoki Közművelődési Központba. Mint mondja, a rajzolás szeretetét már kora gyermekkorában elsajátította. Én nagyon beteges gyerek voltam, és nagymamámnak jött az az ötlete, hogy hát ha már nem lázos a pici, akkor adok neki egy lapot, rajzlapot, vagy rajzfüzetet, és rajzoljál picikém. És akkor milyen a kisgyerek? Hát jó, na de hát mit? És akkor ő mondta, hogy hát minden, amit látsz, azt le lehet rajzolni. Na ez ott kezdődött, 5-6 éves voltam akkor, és akkor kezdtem el. Na most ehhez még szerintem hozzájön a genetika is, mert édesapám földrajz-rajzszakos tanár volt. És én most ezt tapasztalom a kisunokámnál is, mert 4 éves, de olyan csodálatos festményei vannak, hogy én leülök és csak nézek, hogy mi van. A kedvenc technikái közé tartozik a pasztel és olaj mellett az akril és a lilomeccés. A legelső kedvenc technikám az a pasztelkréta volt, mert a nevelőapám iskolaigazgató volt. És a huncut kisgyerek mit csinált? Lementem tanítás után az osztályba, és a krétákat szépen elhasználtam. És akkor kaptam egy pasztelkréta készletet, és úgy kezdődött az a technika, aztán megismertem az olajat. Na, ezzel a két technikával készítettem nagyon sok képet, aztán megismertem a rajzszén, a pitkréta, az a barna kép ott az pitkrétával készült, és most ugye a legújabb technika az az akril, aminek van egy előnye, meg egy hátránya. Az előnye az, hogy gyorsan megszárad, és ugyanez a hátránya is. Az olajnak viszont az előnye az, hogy nagyon lassan szárad, és hogyha úgy akarom, akkor még rákenhetek, vagy visszakaparhatom, és azt is összekeverhetem mással, és akkor sokféle árnyalatot tudok ezzel odavarázsolni. Édesapja, Terescsényi Endre, valamint Mindszentiné Ircsi és Munkácsi Károly által indított tiszaalpári alkotótáborok aktív tagja volt jó maga is. A kiállítást Fenyvesné Palkó Mária nyitotta meg, mint mondja. Úgy jött a felkérés, hogy mi már nagyon régóta ismerjük egymást. A Bonyhádi Művelődési Központban dolgoztam, mint művelődés szervező, és a Katalin, mint néptánc oktató járt oda, és nagyon régi kedvenc kollégám volt Szabó László népzenész, és úgy ismerkedtek meg, és ott kötődött a házasságuk, tehát én már nagyon régóta ismerem őket. Jó barátságban voltunk mindig, és figyeltük egymás munkásságát, már mindenki nyugdíjas. A Kati, azt tudom, hogy 25 éven keresztül járt az édesapja alkotótáborába, aki festő volt szintén, és tanár ő is. A kiállított festmények közül egy különösen kedves a szívéhez. Foglalás 1000 éves jubileumára, vagy évfordulójára az alkotótáborba készítettem ezt a képet. Ez pitkrétával készült. Na most, amikor ezt édesapám meglátta, fél napig dicsért. Ami nagy dolog, mert ő nem volt egy dicsérős típus. Oké, klassz voltál, jó van, picim, ennyi. De ez nagyon megdicsért érte, hogy ez milyen ötlet, az a nagy kedvencem. A megnyitónak volt még egy igazán különleges pontja is. Ő is nagyon szereti a színes világot lefesteni és fotózni, mert el kell mondjam őszintén, hogy ő is imád fotózni ugyanúgy, mint én, és nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem azt, hogy ő meghívott ide ma Nagymányokra engem, hogy a kiállítását megnyitsam. Ezen kívül el kell mondanom, hogy nagyon kiváltságos napon vagyunk itt, mert Bonyhád 4 legnagyobb népművelője ma itt van, Szabó László, Farkas Kálmán, Fehérvári Erzsébet és magam Palkó Mária. Hát mi 30 évet töltöttünk a szakmánkba, és nem szerettük, hanem imádtuk a munkánkat.
közreműködött Szabó László népzenész, aki zenés előadásával fokozta a hangulatot.